A kormány megnyitotta a település fejlesztési pályázatokat. Jó estét kívánok, a Vásárhelyi Televízió híradóját látják. A kormány partnerként tekintett az önkormányzatokra, és megadta a lehetőséget arra, hogy mintegy 1200 milliárd forint támogatás felhasználásáról maguk a települések döntsenek. Ebből a megyei jogú városok 387 milliárd forintot, a megyei önkormányzatok közel 800 milliárd forint összegű pályázatot hirdethetnek meg a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására. Derült ki a megyei jogú városok szövetségének sajtóközleményéből. A megyei jogú városok szövetségének szakmai javaslatait érdemes volt összegyűjteni, rendszerezni és a szakminisztériumok figyelmébe ajánlani, tudatta Szita Károly, a megyei jogú városok szövetségének elnöke. Ezzel az együttműködéssel mintegy 35 milliárd forintnyi településfejlesztési pályázatot nyitott meg a kormány. A tegnap közzétett felhívások a térségi decentralizált gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatás növelését szolgálják, és a munkavállaló lakosság helyben boldogulását támogatják. Hódmezővásárhely összes óvodája és iskolája játékadományt kapott a várostól karácsony közelettével. Az Oldalkosár utcai bölcsődébe járó gyerekeknek várospolgármestere ma személyesen adta át az ajándékokat. Karácsony az ajándékozás időszaka, és mint minden évben Hódmezővásárhely az idén is megrendezte közadakozásból a hátrányos helyzetűek gyermekkarácsonyát. Most is több mint 5 millió forintot kaptunk közadakozás keretén belül, és természetesen voltak játékok, amik nem kerültek kiosztásra, ugyanis az ember tartalékba mindig vásárol, és ezeket most, amik maradtak, ezeket kiosztjuk óvodáknak és bölcsődéknek. Ezen kívül volt egy cégtől egy elég szép számú gyermekkönyv felajánlás, és ezt is az óvodáknak és a bölcsődéknek kívánjuk kiadni. Én úgy érzem, hogy ez a kis ajándék, ez még színesebbé teheti ezeknek a gyerekeknek az elkövetkezendő időszakban az ünnepét, illetve hát itt a bölcsődébe egész éven át ünnepelhetnek ezekkel a játékokkal, a labdákkal, a könyvekkel és az egyéb játékokkal. Összesen 700 mesekönyvet és 80 labdát juttat el a bölcsődék és óvodák számára az önkormányzat az év végén. Disznóvágással készülnek a közeledő ünnepekre a helyi hajléktalan szálón. A jótékonysági felajánlásból származó hízót ma 70 bentlakó dolgozta fel, majd készített belőle ízletes ebédet. Jó kedv és gőzölgő bogrács illata fogadta stábunkat ma délelőtt a hajléktalan szálló udvarán, ahol az itt lakók adományból származó disznót dolgoztak fel, majd főztek meg, ünnepi hangulatot teremtve az intézményben. Hajnal óta pucolták a zöldséget, készítették elő a húst a bőséges ünnepi asztal érdekében. Hagyma, zöld paprika, kis fokhagyma, fűszerek, só, bors, ilyen dolgokkal dolgozok. És legvégén, vége felé jön a törött paprika rész, amikor már bepirosodik. Az előtt egy olyan, mivel teljesen kész, egy 15-20 percet teszem rá, és akkor az belefőmik, és utána lehet tálalni. A közös disznóvágás a karácsonyi ünnep kezdetét jelzi a hajléktalan szállón. A hízót ebben az évben is dr. Kószó Péter alpolgármester és Macálka Tibor vállalkozó ajánlotta fel a nehéz sorsú emberek számára. A ma elkészített menüt kora délután fogyasztották el a hajléktalanok. Van egy olyan célja is ennek az egész közös főzésnek, hogy bizonyos önállóságra is neveljük a nálunk lakókat, illetve próbáljuk az önfelelősség felé fordítani őket, ezért ők is adnak össze pénzt, és közös főzésükkel fogjuk áthidalni azt a körülbelül 2 hetet, ami ugye az ünnep és az ünnepközi rész, és így akkor szinte minden áldott nap meleg étellel, illetve hát még egy röggelivel tudjuk az ellátottjainkat megvendégülni. Most körülbelül olyan 70 embert fogunk a mai napon mögebédöltetni, de általában ez a napi létszámunk. A rendezvény sikeréhez az idén is hozzájáró kenészek vehetnek a lovag költő. Az ő felajánlása révén ünnepi vacsorán vehetnek majd részt a szálló lakói. Új évig segíti a hajléktalanok megfelelő ellátását még az újvárosi Szatmári lángos sütő.
Hag Zoltán és baráti köre, valamint a Csillag család, de kaptak kenyéradományt egy vásárhelyi nagyáruházból is. Meleg ételt és ruhát kaptak a cigány nemzetiségi önkormányzat rászoruló tagjai a ma rendezett karácsonyi gálaműsoron. Második alkalommal rendezte meg a cigány nemzetiségi önkormányzat a karácsonyi gálaműsorát, ami idén a Balog Imsi sportcsarnok aulájában volt. A rendezvény fő célja az volt, hogy az ünnepek előtt a rászorulók is ruhát és meleg ételt kapjanak ajándékba. A jelenlévőket dr. Kószó Péter alpolgármester köszöntötte. Ünnepségből soha nem elég, pláne akkor nem, amikor a megváltót várjuk, amikor Jézust várjuk, akinek a fénye minden családhoz be fog köszönteni December 24-én, Szentestén, és elhozza számunkra a lelkünkbe azt a világot, amely a megváltás születésének a világát jelenti. Az eseményen fellépett a Pálfi utca és az Észak utcai óvoda betlehemi műsorával, valamint a szegedi Truffaldino Bábszínház is előadásával kedveskedett a jelenlévőknek. Évről évre szeretnénk megvalósítani így az év vége zártával, tehát évzáró rendezvénykét, így a karácsonyi gála az ünnepek előtt. Mindenképpen rendhagyó, mert azért abban a szempontból is, hogy jellege van az ünnepnek, mint a karácsony, a szeretet, és mi a cigány önkormányzat vonatkozásában pedig ezzel tudnánk, illetve szeretnénk hozzátenni ennek a reményében, a szeretet és akár mondhatni azt, hogy az ajándékozás reményében. 2016-ra programokat és továbbképzéseket tervez a cigány nemzetiségi önkormányzat a tagok számára, valamint egy új roma holokauszt emlékművet szeretnének létrehozni. Kenész Heka Etelka, lovak, költő, énekművész, mecénás a saját köteteivel ajándékozta meg az Eötvös József szakképzőiskolát, a mezőgazdasági főiskolát, illetve a Táltos tehetséggondozó általános iskolát is. Kenész Heka Etelka, hódmezővásárhelyi lovag, költő, énekművész és mecénása is egyben a városnak, annak ellenére, hogy nem Hódmezővásárhelyen született, mégis ezer szállal kötődik a városhoz. Az évek során megjelent több mint 500 verses kötete, amelyeknek többségét itt vetette papírra. A művésznő számos adománnyal szokta támogatni a várost, ami most sem volt másként. Három intézményt ajándékozott meg a műveiből. Nagyon köszönjük elsősorban költőnőnek, hogy ránk gondolt. Ugye most összevont iskola vagyunk, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnak a része, amihez gyakorlatilag 9 intézmény tartozik. Tehát ez a könyvadomány ugye a 9 iskola között került szétosztásra. Könyvtárba fogjuk ezeket a könyveket tárolni, tehát diákok is hozzájuthatnak, és hát én úgy gondolom, hogy egy iskola kulturális intézmény is egybe, tehát mindenképpen színesíti itt a könyvtárnak az állományát, illetve hát itt az oktatáshoz is esetleg hozzájárulhatnak ezek a versek. Én belenéztem, ugye most karácsony alkalmából van egy karácsonyi kötet is, úgyhogy szerintem tudjuk hasznosítani, úgyhogy nagyon köszönjük szépen. Az adománynak köszönhetően 50 kötettel gazdagodott az Eötvös József Szakképzőcentrum, valamint a mezőgazdasági főiskola, illetve a Táltos tehetséggondozó általános iskola és alapfokú művészeti iskola is. Az adventi időszak végén többek között karácsonyi misztériumjátékkal vagy pásztorjátékkal ünnepeltek az utolsó tanítási héten a helyi általános iskolák tanulói. Közöttük akadtak olyanok is, akik műsorukkal nem csak szűkebb környezetüket ajándékozták meg, hanem a város szélesebb közösségét is. Karácsonyváró ünnepi műsorokkal zárják az évet a vásárhelyi iskolák diákjai. Tegnap a Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola 3. évfolyama karácsonyi meglepetés műsorral köszöntötte az óvodásokat és családtagjaikat. Nézd meg, milyen édesen pihen! Ebben az istállóban béke, melegség, boldogság van. Hiszen mi nekiadtuk szeretetünket, szívünket, lelkünket, és érzem, hogy még nagyon sokan fogják őt szeretni. Ma délelőtt pedig a Hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakóparkba érkeztek a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 3. diákjai, hogy betlehemes játékkal örvendeztessék meg az időseket. A mi kertvárosi iskolánkban a 3-osok lépnek föl mindig betlehemes játékban.
és ezen a napon két szerep lesz, az egyik az iskolában, a másik itt. Én mesélő leszek, én mondom el, hogy hogy született Jézus, és még adventi verset is fogok mondani. Az ünnepség végén szeretett vendégséget tartottak a lakóparkban a helyi vállalkozók, a pékek, cukrászok, illetve a zöldség gyümölcskereskedők támogatásával. Az ajándékokból vittek az ágyhoz kötött időseknek is. Nagyon sok idős hölgynek a lelke ilyenkor megszépül, kicsit vidámabbá válik, mert nagyon soknak nincs családja, nincs gyermeke, és ezzel a csodálatos mosollyal, gyermeki szeretettel, odaadással, csengő hanggal egy szép délutánt vagy délelőttöt a lelkébe kialakít. Az Aranyosi Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola szintén a mai napon tartotta karácsonyi istentiszteletét a református ótemplomban. A mai napon már a várakozás utolsó napja érünk, hiszen nem sokára itt a karácsony szent napja. Az elmúlt hetekben nem csak az intézmény, hanem a szívünket is próbáltuk illetőre öltöztetni, hogy ezen a szép napon Isten házában együtt tudjunk örülni a szépnek, az egymásra kérdésnek, a megbocsájtásra és a szeretetnek. Végül közös énekléssel, igehirdetéssel és a diákok ünnepi műsorával zárult a karácsonyi templomi istentisztelet. Tanári hangversennyel búcsúztak az óévtől a zeneiskola pedagógusai. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színház termében a baroktól a könnyű zenéig hallhatott kamaradarabokat a közönség. Évente több alkalommal a Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola muzsikus pedagógusai is tanári hangversenyt adnak, amelyel azt mutatják meg, hogy nem csak tanítanak, hanem aktív művészek is. Ráadásul saját példájukkal tudják a leginkább illusztrálni a megfelelő színpadi jelenlétet, vagy a hangszerek tökéletes megszólaltatását. Egy évben 2-3 alkalommal rendezünk tanári hangversenyt, és ezen a legkülönbözőbb műsorszámokat hallhatják a gyerekek, illetve a közönség. Fontos, hogy a gyerekek is itt legyenek, mert itt látják azt, hogy a tanár valóban hogy mutatja be a színpadon a darabokat. Az idei tanév sok munkával telt, tette hozzá Vágó János, mert Európai Uniós pályázatot nyert a Péceli, ezért is volt felüdülés a tegnapi, főként kamarazenei produkciókat bemutató koncert, amelyen Debussy, Monteverdi, Rossini vagy Strauss művei is felcsendültek. A barokk zenétől egészen a könnyedebb zenéig és a karácsonyi zenéig minden műsorszámot hallhat a közönség. Még ebbe belefér egy kis újévi hangulat, belefér egy kis karácsonyi hangulat és egy kis könnyed muzsikálás is. Tehát a baroktól egészen a könnyű zenéig hallhat a közönség különböző darabokat. Az esten 21 zenetanár áll színpadra, többek között őket is hallhatja majd muzsikálni a közönség a jövő esztendőben, az újévi koncerten. Vasárnap gyújtják meg a város negyedik adventi gyertyáját a Kossuth téri pódium színpadnál. Az ünnepi ceremónián Hegedű Zoltán alpolgármester mellett részt vesz Gájer Bálint énekes, valamint Salamon Elemér, a kárpátaljai mezővári polgármestere, és Zám Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyház püspöke. Minden érdeklődőt várnak a város főterére vasárnap este 17 órától, amelyen műsort ad a Szent István plébánia kórusa. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, munkatársaim nevében is megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton reggel borongós, párás, többfelé ködös időre készülhetünk. Szitálás, ónos szitálás, kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge, legfeljebb mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 1 és 2 fok között alakul. Holnap délután marad a többnyire borult, ködös idő.
A legmagasabb hőmérséklet várhatóan 7 és 8 Celsius fok lesz.